óriásit küzdöttetek ma azért, hogy legyen itt hetedik meccs. Ugye gyakorlatban már a nyolcadik lett volna, amit egymás után lejátszatok, de hát a vége az lett, hogy vége lett a szezonotoknak. Először beszéljünk a párharcról, mert ugye ez rendkívül kiélezett volt, és tényleg minden meccsen egy-egy gól döntött, és négyszer volt hosszabbítás, ami rengeteg, és kétszer elment plusz 20 percig, ami szintén nagyon-nagyon sok. Hát igen, összességében amit mondtál, hogy ez egy nagyon kiélezett párharc volt, az összes meccs ahány volt, most hirtelen már én sem tudnám hirtelen megszámolni, ugye voltak itt külső tényezők, belső tényezők, de próbáltunk mi is, meg az ellenfél is gondolom okival foglalkozni, mással nem tudtunk. Nekünk az a dolgunk, hogy játszunk. Mindegyik meccs nagyon szoros volt, ahogy mondtad, hosszabbítások. Egy gólos meccs volt az összes, szerintem mindkét csapat fizikailag nagyon jól bírta, az inkább a fejekbe és a mentális harc volt itt táv végén. Ugye ma is a hosszabbításnak az utolsó percébe kaptuk ezt a gólt, hát kicsit ilyen szívtörő volt nyilván, de igen, most így alakult sajnos. Ezért ugye vége a szezonatoknak, itt az Erste Ligában a negyed döntőbe búcsúztatok, de összességében egy magyar bajnoki ezüstérmet szereztetek és egy magyar kupa ezüstérmet, és így hogy látod ezt a szezont? Igen, így kimondva amúgy nyilván az így tök jól hangzik, hogy van egy magyar bajnoki ezüst érmünk, amiért nyilván ugyanúgy megdolgoztunk, mint a magyar kupa ezüst éremér is. Kicsit gyengé produkció, mint tavaly, de tavaly szerintem kiemelkedően jól sikerült a szezonunk. Még azért pár elemzés hát van így az egész szezonnal kapcsolatban, de a kitűzött célunkat szerintem abszolút túlszárnyaltuk ismét, hogy egy ilyen fiatal akadémiával, egy-két légiósra kiegészülve szerintem egész jó eredményt értünk el, és egy nagyon jó ellenféltől, nagyon jó ellenfél nem maradtunk alul végül. Úgyhogy sok sikert kívánok nekik a továbbiakba. Jelen pillanatban egyébként mi fáj a legjobban neked? Hát nyilván veszteni senki nem szeret, és főleg egy ilyen szériában, mert nem az volt, hogy mondjuk minden meccsen 3-4 góllal megvertek minket, hanem szerintem abszolút volt esélyünk a továbbjutásra, sőt, tehát hogy voltak olyan momentumok, amikor mondjuk nekünk állt a zászló jobban, most ha visszakanyarodunk egy meccset, amikor kijátszottunk Csíkszeredában is másfél perccel vége előtt 2-1-re vezettünk, de hát igazából az egész nagyon sok szériában volt sok ilyen momentum, ami annak a meccsnek az eldöntő momentuma volt, vagy éppen egy szériának a momentuma volt, és igen, ez így most fáj, hogy már úgy érzem, hogy nagyon sokat dolgoztunk, hogy esetleg kiharcoljuk akár a hetedik meccset is, a nyolcadikat, vagy a mindent eldöntőt, és esetleg azon megküzdjük még egyszer a Csíkszeredával, hogy ott kibírja jobban fejben, mert itt már csak a fejek mentális dolgokról szólt az egész. És ha ki kell emelned egy momentumot ebből az idényből, akkor mi lenne az, amire így a leginkább szívesen emlékszel vissza? Nem tudok egy dolgot kiemelni. Nagyon jó ezekkel a srácokkal dolgozni, minden nap nagyon jó a társaság. Ugye én már régebbi bútordra vagyok itt az akadémián, úgyhogy találkozok nagyon sok tehetséges fiatallal, sok jó emberrel, stábbal, úgyhogy mindenki nagyon sokat hozzátett egész szezonban ehhez az eredményhez, úgyhogy igazából ezért is visszakanyarod az előző kérdés, ezért is fáj egy kicsit, mert tényleg nagyon jó nagyon jó ez a társaság, nagyon tehetségesek a srácok, és jó az öltözőnk is. Úgyhogy nem emelnék ki egy dolgot, hanem így összességében, hogy arra tényleg büszkék lehetünk, hogy magyar bajnoki ezüstérmesnek mondhatjuk magunkat. Szerintem azért még ez sok mindenkinek a fejében most még nincs itt, nincs benne, de ez is egy nagy dolog.